Kedves nézőink, dr. Pék Győző, a Debrecen Egyetem tanszékvezetője tartott előadást tegnap a Szabadidő Központban a kollektív tragédiák feldolgozásáról. Mi az előadás után beszélgettünk vele. Kérem, tekintsék meg erről szóló összeállításunkat. A Titanic, az ikertörnyök elleni merénylet és a vörös iszap katasztrófa. Ezeknek a tragédiáknak a kollektív feldolgozásáról szólt az előadása. Mi a közös ezekben a tragédiákban, illetve miért pont ezt választotta az előadása témájául? Egyrészt a vörös iszap katasztrófa az nyilván aktualizált helyi szinten ismert tragédia, és valójában a kutatás is erről szólt, amit mi és a munkatársaink, kollégáink végeztünk. A két közismert katasztrófa gyakorlatilag az előadás keretében, mint értelmezési keret jelent meg, és mint viszonyulási alap, és mint régen történt dolgok, ezeken lehetett látni az akár a 25 év utáni feldolgozásnak a szempontjait, vagy akár a 100 év utáni feldolgozás különféle szempontjait itt a múzeumoktól a filmekig, vagy akár a trikókig, vagy akár a snackig, tehát hogy milyen széles körben vannak itt különféle szintű dolgok, produktumok. Talán az sem véletlen, hogy a vörösi szab tragédiának a feldolgozását kutatta, hiszen ajkai kötődése is van. Igen, Ajkán születtem, és mind a mai napig viszonylag gyakran vagyok Ajkán, édesanyám itt él 89 évesen, és kötődöm a városhoz is, meg a környékéhez is. És az előadásban is elmondtam, hogy még amikor a gyerekeim kisebbek voltak, akkor ott bicikliztünk vadoljában a tározónak az oldalfalán. Somlón volt szőlőnk, tehát nagyon sok minden köt ide, és ezért is érintett a dolog, bár én nem vagyok kvázi vörösi szakértő, hanem megmaradtam egy kicsit távolról követő emberként, és így a kutatás is gyakorlatilag széleskörű reakciókat, kommunikációt próbál nézni. A számmisztikáról is szó volt az előadásában. Az ikertörnyök elleni merénylet a 11-es szám köré tevődik. Ez a számmisztika ön szerint honnan ered? Nem vagyok ennek nagy kutatója, de a számok misztikus felfogása benne van számos ősi kultúrában is, és ez most nyilván a nagyon megdöbbentő ikertorony katasztrófa kapcsán hatalmas életet ért. Ez egy ilyen kreatív feldolgozás, de nyilvánvaló, én legalábbis nem hiszek ebben, de nyilván az emberi értelem megpróbál összefüggéseket keresni akkor, amikor az esemény első pillanatban dráma és megmagyarázhatatlan és titokzatos, és ilyenkor a misztikának az elemei előjönnek. Hogyan hatnak a tragédiák a fogyasztói társadalomra? Hát ezt nehéz megmondani. Egyrészt a fogyasztói társadalom közvetíti ezt, például a média is közvetíti ezt, az olvasók, nézők, vagy akár a szörfözők, netezők felé, és nyilván széleskörű nyilvánosságot kapnak a tragédiák. A tragédiák ilyen intruzív, erőszakos módon kiszorítanak más híreket, és ott vannak a média középpontjában, és nyilván ez felzaklató módon hathat sok mindenkire, és a tragédiákba még akár távoli fogyasztó is, ha így mondjuk, valamilyen módon bevonódik. Mennyire tudja befolyásolni a média a tragédiáknak az egyéni feldolgozását? A médiának nagy szerepe van, akár el is túlozhatja, akár szenzációként is találhatja, egyébként ezek azok is, sajnos negatív szenzációk, tehát nyilván van a médiának egy ilyen vonzása, ugyanakkor a média segíthet a feldolgozásban is, ugye különféle történetekkel, narratívákkal, aspektusokkal, szempontokkal segítheti az olvasót, vagy a valamilyen módon érintett embert abban, hogy távlatosabban lássa, és elhelyezze akár más tragédiákhoz hasonlítva, akár átgondolva a segítségnyújtás, a felelősség, vagy itt jelen esetben a környezetvédelem szempontjait is, hogy az ipar, a fejlődő iparral kapcsolatos problémákat. Tehát nagyon sok mindent segíthet a média.
arról is szó volt az előadásában, hogy négy szem közt, vagy pedig csoportosan hatékonyabb befeldolgozni a tragédiákat. Nos, a kutatások arra utalnak, és itt az említett Penn, Baker és Harber is kutatásában erre helyezte a hangsúlyt, hogy közvetlenül az események után jobb, ha egy baráttal, ismerőssel, családtaggal beszéli meg az ember azt, amit úgy érez, meg kell beszélni, át kell adni. Van egy igény ugye ilyenkor ennek a ezekre a megnyilvánulásokra, és arra is, hogy a mások véleményét megtudjuk. Viszont kisebb csoportok, pláne ha a kisebb csoportok valójában összeverődtek, vagy alkalmiak, de akár munkai helyzetben, vagy egy étteremben, pubban is ugye előfordulhat ez. A kisebb csoportos megbeszélések nem biztos, hogy arra felé hatnak, hogy feldolgozzák az emberek, hanem inkább felkorbácsolják az érzelmeket, és inkább a stressz elemeket erősíthetik. Tehát itt nem az a feldolgozás, nem arról a feldolgozásról van szó, amikor mondjuk pszichoterápiás keretben megbeszélik, és valaki moderálja a véleményeket és az érzelmeket. Ön milyen vizsgálatot végzett a Vörösiszap katasztrófa feldolgozásával kapcsolatban, illetve milyen eredményekre jutott? Valójában a kommunikációt vizsgáltuk, azt, hogy egy hónapon belül a megkérdezettek, ezek többnyire fiatalok voltak, egyetemi hallgatók, milyen módon igényelték azt, hogy erről halljanak, beszéljenek, mennyire érdeklődtek. Azt kérdeztük meg tőlük, hogy az adott vizsgálati időpont előtt 24 órával ezek a dolgok mennyire jellemezték őket, illetve azt is néztük, hogy egy év múltán, és ezt folyamatosan is nézzük, mit asszociálnak az emberek az emlékezett helyekre, azokra a konkrét emlékművekre, amelyek például létrejöttek akár Kolontáron, Devecserben, ezek milyen asszociációkat, akár érzelmeket hoznak számukra, és így valójában próbáljuk követni ennek a kollektív feldolgozásnak az útját is. Említette, hogy megállapították, hogy 25 év múlva létesítik általában a nagy emlékhelyeket. Miért éppen 25 év kell ehhez? Van egy olyan gondolás, hogy az emberek életében a 13-tól 24-25 évig terjedő időszak hozza a legfontosabb emlékeket, élményeket. Általában az emberek erre a kor, az adott életévüknek ezen szakaszára emlékeznek, és amikor őket éri egy tragédia, 25 év múlva kerülnek, 20-25 év múlva kerülnek olyan helyzetbe, hogy ezt tárgyasítsák, ezt a tragédiát, az ehhez kapcsolódó érzelmeiket. És ekkor jönnek létre a nagyobb társadalmi konszenzust is igénylő emlékezethelyek, vagy emlékművek. Erre volt például a Dallas-i Kennedy emlékmű, vagy a vietnámi háború áldozataira emlékező washingtoni fal. Nagyjából ez a 20-25 év kell ahhoz, hogy akik legintenzívebben átélték ezeket a tragédiákat, már akár a média közvetítette módon is, olyan hatékonyságra, kontrollra, társadalmi, politikai erőre tegyenek szert, hogy aztán képesek legyenek megalkotni egy ilyen társadalmi egyességen alapuló komolyabb anyagi dolgokat is, erőforrást is mozgósítani szükséges emlékezet helyett vagy emlékművet. Mi törlődik először az emberek emlékezetéből, illetve mi az, amire esetleg generációk múlva is emlékeznek majd? Ezt nehéz megmondani, mert ez nagyon egyéni. Mindenesetre van egy olyan memória, amit vakumemóriának, vagy angolul flashback memóriának mondanak, vagy villanófény memóriának, ami arról szól, hogy saját környezetünk, életünk legjobb és akár legtragikusabb élményei jobban rögzülnek, és szinte képszerűen elő tudjuk később hívni a memóriánkból azokat az élményeket, amik akkor a helyszínt, ami akkor ért bennünket. Fel tudjuk idézni nagyon, nagyon élesen. Tehát ez a villanófény emlékezet valójában kiemeli a legfontosabb eseményeket, és a memória ezeket raktározza.
a vizsgálatok szerint elfelejtik akár a konkrét napot vagy hónapot, az év nagyon gyakran megmarad, ha ez áldozattal jár az áldozatok számát, tehát elpárolognak egy-két év múlva az ilyen konkrét, nagyon pontos elemek. De lehet, hogy arra jól emlékezni fog, hogy amikor a hírt hallotta, akkor hol volt, mit csinált, milyen környezet vette körül, és erre esetleg jobban emlékezik, mint az adott időszakra, vagy időre, dátumra, dátumszerűen való emlékezést, ahogy előbb is mondtam, megelőzi ez az érzelmi villanófény emlékezet.